Hát ezt még szokni kell, de nagyon bízunk benne, hogy először is utoljára látunk ilyet, főleg ami a világbajnokságot illeti. Azért akik figyelték az év során a különböző eseményeket, azok azért azt gondolom, hogy már nem is megbarátkoztak ezzel, de megszokták. Hát most nézd rá erre a nézőtérre, hogy... Nézd csak Rászbrét. Rászbrétnek kis szakálla, igen. Szakállat övesztett. Most így hát nézd a nézőtérre, hát melyik diákot szólított föl? Nem, igen. Hogy felvételiznének. Ne arra, hogy a hármas padban légy, hogy kedves fölállni és lefelelni a második világháborúból. Amit Gilitvala, egy indiai darcos, és ez az első világbajnoksága. Így van, igen, hát ugye első elmaradt az indiai kvalifikáció, mert szokott lenni, és az indiai szövetség őt delegálta, mint ranglista vezető. Steve West ellen kell. Steve Westnek az ötödik, tehát a rutin és a tapasztalat az azért az angol mellett van, de hát azt szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz, és hát tényleg az esélytelen ugalmával vághat neki majd az indiai versenyző. Meglátjuk, hogy a 25 esztendős darcos mire lesz képes. Elég kemény ocot adnak az végső győzelmére, ugye egy a 2000-hez. Igazándiból azt gondolom, hogy Steve Westnek nem is ezt nyilván le kell hozni ezt a meccset, tehát ez a kötelező kategória, és nagyon sokan féltik egyébként Steve Westtől Peter Wrightot, és nem alaptalanul. Steve West egészen kiváló játékra képes, és azt gondolom, hogy meglepheti majd a címvédőt. Itt is egy tripla. Elsőre az indiaitól. Százassal megy Steve West után. Még néhány hiányzó, akik azért a nagyobb nevek közül vannak. Ugye Robert Thornton nincs itt, nem sikerült kiharcolni az indesogát. Darren Webster, Robbie John Rodriguez, Jelle Klassen, Benito van de Pass, és Martin Schindler sem kvalifikált erre a világbajnokságra, az utolsók között pedig még ugye Nils Zonneved, valamint a Cseh Kareszéd Lacek tudott kvalifikációt szerezni erre a világbajnokságra, úgyhogy aztán vannak természetesen nagy nevek, akik hiányoznak, vagy olyan nevek, akiket azért talán ide gondolta dárcot szerető közönség többsége. Igen, egy csomó olyan név, amit ugye szoktunk hallani a kérdésekben, hogy mi van velük, hát most egy páron, jó páron nem tudtak, ugye akár Van de Pass, akár Klassen esetében, de hát például itt lesz majd a rekorder Steve Beaton, aki már 30. világbajnokságát tapossa, nyilván ebbe a BDO-s beleszámít, hiszen összesen a 28. PDC, de azért az nagyon komoly teljesítmény. Ez viszont azt jelenti, hogy az összes világbajnokságon ott volt, ami PDC világban. Hát nem feltétlenül, mert a legtöbb részvétele Taylornak van, de azt hiszem, hogy PDC világbajnokságon még mindig ő tartja a részvételi rekordot, de ugye összességében a darts világban, és ugye amikor nem volt még PDC 94 előtt, akkor a BDO-nak volt világbajnokság, és azt így együtt számolják azok között, akik átléptek. Mint ahogy a világbajnoki címeket is összeadják, tehát ezért lehetett várni ugye ötszörös világbajnok, és Taylornál is beleszámít. Nem jön a dupla öt vesznek. És az egy és a dupla kettőt kéne dobni, azt sem dobja, és most már Gilitvala 128-on van, azt jelenti, hogy kiszállóra dobhat. 10 BDO világbajnoksága volt Beatonnek, és 20 PDC is. A szóval ott? Nem tudom, nem látom most én se, ugyanannyira nem látom, mint... Igen, mert az bele a ez sima 18, megvan. És akkor így nem. A... 79. Igen, mert a második is a triplába kellett volna. Igen, igen. Dupla egy. Hát és nem találja el West. Ez az egyik nagy problémája egyébként Steve Westnek, szinte az egész pályafutása során, hogy kegyetlen nagy tömeget képes dobni. És aztán a kiszállókon nagyon le tud akadni. Nem találja a dupla 20-at, amit. Vissza a dupla 2-re. Most kívülről. És a 8. körbe járunk, a 24. nyíllal sikerült Westnek lezárni az első leget. Első pályáról. Hát ugye, annak köszönhetően, hogy a szurkolóknak nem szabad, tehát tilos énekelni, tilos kántálni,
Tilos beöltözni. Tilos beöltözni, nem szabad felállni a helyükről, oda kell kérniük az innivalót és az ennivalót is. Telefonos applikációval lehet a rendelni. Ennek folyamányaként meghagyták az atmoszférát, ugye, amit már megszokhattunk a korábbi versenyek során, amit zárt kapuk mögött játszottak. Ugye első kanyarban ez a korlátozás, hogy újra visszazárják a kapukat, ez 23-áig fog tartani. A karácsony előtti időszak akkor zárul majd a világbajnokságon, és 24-25-26-án nincs is mérkőzés. Tehát akkor mindannyian majd ugye családi körben otthon maximum 10 eltöltjük az ünnepeket, és utána majd 27-én térünk vissza, és 23-án döntenek arról, hogy a zárt kaput feloldják, de hát ezt nyilván a brit kormány dönti el. Majd fogsz beszélni, amikor lesz szünetünk. Igen. 180! A nyereményjáték, aztán ez még nem kerül, lesz. Igen. És ezt tényleg ajánlom most a kedves nézőknek, mert ugye karácsonyig is még van azért idő, jó egy hét, úgyhogy lehet táblákat. Az első pár nap az még esélyes, hogy talán, de hát ez majd nyilván a futárszolgálatoktól is függ, hogy meg tudjuk-e oldani a támogatókkal együtt. És közben jön egy gyönyörű 98-as kiszálló Western, ez már sokkal inkább az a kategória, amivel lehet mit kezdeni, hiszen 12 nyilas leg volt részéről. Pont fele annyi nyílból oldotta meg, hiszen az első leget 24 nyílból, ez pedig 12-ből tudta megoldani. Ugye nagyon fontos, 3 szetre játszanak az első 2 körben egyébként, tehát 3 nyert szettet kell elérni annak, aki tovább akar jutni, tehát az első. És ami még ugye szintén a sok változás volt a Covid helyzet miatt, az egyik ugye az, hogy megváltoztatták a kezdési időpontokat 1 óra és 19 órára, ami egyébként tök érdekes, mert pont a közönség miatt változtatták meg, hogy hazaérjenek a nézők még időben. Nyilván ezen most már nem fognak változtatni, hiszen a televíziós műsor az eléggé kötött, azt most már így nem lehet ezzel szórakozni. Ez már egy 125 vesztől. A másik pedig az a játékmódban való változtatás. Megszüntették a hirtelen halált, tehát az nincsen. Az egyébként az első körben nem is szokott lenni. Tehát nem lesz, folyamatában nem lesz. Egész világbajnokságon nem lesz majd tiebreak lehetőség, tehát nem lesz a hirtelen halálhoz való lehetőség, úgymond. Sőt, inkább úgy mondanám, hogy a hirtelen halál lesz, de majd 2-2-nél. A döntő legje az majd ugye 2-2-nél zajlik le, ugyanúgy, mint a többi szetnél. Úgyhogy egy kicsit próbálták kordában tartani, hogy időben ne csúszsanak meg a sessionök, és ezt ezzel próbálták meg elérni. Én maximálisan nem értek vele egyet, mindegy, mert szerintem nem kellett volna egy ilyen szakmai dologhoz hozzányúlni. Mondjuk ha 5 perccel kevesebbet értékelnek Márdülék a meccsek között, akkor lehet, hogy simán be lehetett volna szorítani időbe a tiebreakeket is, de hát ezt nyilván most ez a döntés. Ők jobban tudják, így van, mi csak tolmácsolni tudjuk ezeket a döntéseket, meg maximum elmondani a véleményemet, de ettől még változni nem fog. 94, itt egy szektorhiba vesztől, 69-nél nem találtad a 19-est, és így most 62-re a 42-t sem, 48-at hagy magának. 119-re Kilitvala. Meg kell a tripla. És az megjön. Megvan, és a dupla 20. Nézzük. Meg lehetett volna 100 fölötti kiszálló. Viszont 40-en marad, ugye, viszont 48-ra jön West. Na, de talán most nem lesz szektorhiba. És akkor megvan az első szettje. És a dupla 20 bizony. Ez be is dobta. A 16 duplát választotta, hanem a 8 dupla 20-at. Ezzel megvan az első szett. Van, amit magyaráz Rush Braynek. Az atmoszférát. És azt nem tudom, hogy nagyon hallja, vagy ne kevéssé hallja. Fogalmam sincs. Nulláról itt. Vagy a világítás furcsa, nem tudom. Na, meglátjuk szünet után. Hát, ha mondanak róla valamit. És ugye a nap további programját láthatják a képernyőn a kedves nézők. Jön a VB résztvevő. Így van, Steve Beaton, akinek az 30. világbajnoksága. Brazil Diogo Portela ellen. És hát a világbajnok is, legalábbis címvédő is. Eddig egy szerény 80,5-ös átlaggal Steve West maga biztosan vezet. Egy 24, egy 12 nyilas és egy 20 nyilas leggel.
amit Girtvala pedig 75,6-os átlagot tudott eddig hozni, kettő nyila volt kiszállóra, azokat elrontotta. Steve West meg 11-ből 3, inkább a második legjében volt problémája a duplával, meg valószínűleg valami gondja volt a fényviszonyokkal, vagy nem tudom, mert ott Russ Bray-el nagyon egyeztettek a végén. Nagyon megilletődöttnek látszik az indiai. Volt itt ugye indiai játékos, Nitin Kumar például, aki nagyon kemény ellenfél volt korábbi VB-n, és azért gondolom, hogyha Girtvala az, aki most az indiai top játékos, akkor azért itt ebben a játékban most, amit produkál, valószínűleg komoly idegesség is szerepet játszik. Azért mégiscsak tisztában vannak vele, hogy a világ gyakorlatilag ilyenkor minden szempárja, aki a televízió előtt ül és szereti a dárcot, az világbajnokságra szegeződik, és így aztán az ő játékára is, úgyhogy nem könnyű ezzel a teherrel játszani. Most egy 97-es kanyar érkezett tőle. Egy szektor hiba az ötösbe, az első, aztán csak sima 20, és nem jön az ipla 19 sem. Hát most vagy dekoncentrált veszt egy picit, vagy pedig nincs sok félnivalója esetlegesen továbbjutás esetén Peter Wright-nak, mert azért nem mondanám, hogy bomba formában van. Itt van egy százassal, 2-17-re megy le, de megint egy szektorhibát dob West, megint csak a sima, és nem jön a tripla 18 sem. Két gyenge kör egymás után. Igen. Girtvala lemehet kiszállóra, egy triplával. Oh. Meg is van, 82-t dob. 135-je marad az indiainak. Újabb tripla nélküli kör Steve Westnél. Mindig 260-on, tehát gyakorlatilag az egekben. Hoppa bull, az igen. Ha nem jön a 45. De nem de, kell. Ó, most a tripla 10 sem jött, de West nagyon le van maradva. Meg lehet az első legje az indiainak. Főleg így. Kiesik. 65. Csak 195-je marad. Na nézzük Girtvalát. Kényelmesen. De ezt hova dobt? Nem, nem, így jó, dupla 20-at kell dobnia. Igen. Nincs meg. És megint nem találja, most már a negyedik nyilat rontja el. Kiszállóra. Milyen kiszállóra megy West. 95-öt dob. 100 marad, na nézzük a dupla 20. Dupla 10. Dupla 5, bedobja! Bedobja a dupla, a legnehezebbet lehet mondani. Ez a legnehezebb ebben a körben. Bár ugyanakkora, de nyilván ugye onnan már nincs folytatás, csak kerekítéssel. Nyer egy leget, és 25-tel West a kezdésében. Nagy öröm ez nyilvánvalóan. Debütáló játékosnak. Közben természetesen próbálunk majd a Sporttelevízió Facebook oldalán a hozzászólások között is keresgélni, hogy ha valami olyan kérdés merülne föl nézők részéről. 147 dobott. Itt valá. Nem jön a tripla most az indiainak, megint picit le van maradva. 140. Most nem, nem egy 96-ra, igen, 100 alá. A tripla az indiainál is, első, második az nem. 100. 206, tehát most fordított a helyzet, most West veheti kicsit kényelmesebbre a figurát. És a két duplával, gyönyörű megoldás Steve West-től. Nem veszi kényelmesebbre, nyilván nem akar sok időt a színpadon tölteni. Hát nem, mert neki még elvileg jönnie kell. Igen. Neki lesz még egy meccse. És ugye ebből kiindulva nem mindegy, hogy milyen mennyi energiát
használ el, esetlegesen itt az első találkozón. Ó, 180. Egy jó raszbrés. Igen. A szakállt is megnövesztette hozzá, vagy legalábbis kicsit változtatott a fizimiskáján. Én először látom ilyen kis körszakállal, vagy nem tudom, hogy volt-e már neki, biztos volt, de... A negyedik nyíl az nem sikerült, ugye 2016 óta gyakorlatilag a Gary Anderson Jelle Klaassen összecsapás óta várunk arra, hogy a világbajnokságon 9 nyilast. És hogy most dobni valaki, ugye az első 9 nyilast, ha jól számolom, akkor az a tizedik lenne a világbajnokság történetében. Azt mondtam, 9 nyilas volt eddig, de most majd te vagy alátámasztod, vagy nem. A lényeg igen, az... Igen, 9 volt eddig, és 9 volt, és a tizedik. A tizedik lehetne meg, hát nem lenne azért rossz, hogyha az idén lehetne tapsolni egynek. Hát jó lenne, igen. Hát azért van ott izgulás, azt látjuk, tehát szépen remegnek a tollak a kezébe, ott lehet látni, ahogy a nyilat fogja. De hát ez teljesen természetes. 68 marad vesznek. Nézzük, 196-ra sikerül lehoznia magát az indiainak, de csak a tripla közelébe sikerül dobni, 45-tel nagyon magasan marad. Magasra dobta nagyon, de a 151 az azért bravúra lenne most Gritvalától. Nem is lesz rá lehetősége, mert nem jön a tripla elsőre. Úgyhogy elveheti az indiai kezdését ebben a szedben. West a dupla tizet hozza is, 2-1, és ő kezd majd a 2-0-áért. Egy triplával, de ez a tripla 5-be megy. 95, a harmadik az azért már jó helyen. Úgyhogy ebből az kiindulva nem feltétlenül a legrosszabb kezdés, lehetett volna ez rosszabb is. Van triplája Gilitvalának. Az egy picit most fölé. Nem jön a tripla lent. Ugyancsak nem jön. Ez most jó. Mind a második is bent van. 180! A harmadik 180 a Steve Westnek. A mérkőzésen is ez a harmadik. 83. Hop-hop. Az kellett. Az bizony. Egy tripla 16-os, ott egy pici kis technikai zavar. Igen. Igen, így remegett a kép, jól mondta. Jól mutatta. Milyen profi, még ezt is látja. Ajaj. Na nézzük a 2-0-áért, be is dobja. Bizony. Pontosabb. Igen, itt egy leget azért elcsent Gilitvala. Azért itt most már voltak szép legek Steve West-től, az első leget ugyan elbukta egy 24 nyilassal. Úgy látszik, ez már ilyen hagyomány lesz ezen a mérkőzésen, hogy az első leget 24 nyilassal lehet megnyerni, de ezúttal amit Gilitvala tudta ezt megtenni. Utána viszont jött egy 12 nyilas, egy 17 nyilas és egy 13 nyilas Steve West-től, és ezzel egészen magabiztosan lehet mondani, hogy meggyőzően vezet az indiai ellen. 86-os körátlagot dobott eddig West. 37,5%-os kiszálló a 16-ból, 6 sikeres dupla. Amit Gilitvalának pedig 73,8-as átlagon van most körátlagon. És egy duplája sikerült a 7 kísérletből, tehát 14%-on a kiszállója.
egész szünetben egyébként lehetett látni, hogy az indiai fönnmaradt a színpadon és folyamatosan gyakorolt, és ezt egy 140-ben ki is csúcsosodott itt hirtelen. 125-tel folytatja 140 után Steve West. Nézzük, hogy ő neki sikerül-e, amit Gillit Valának folytatni a tripla esőt. 96 ponttal. Nem jön a tripla most viszont az indiainál. Nézzük a 111-re, megvan a bull. Az is megvan a tripla 7-es, utána dupla 20, amit nem talált ez Steve. Ez egy nagyon szép kiszálló lett volna a 111-ről. ...134-jel Gillit vala próbál kapaszkodni, de Steve West most nem kegyelmez. És behúzza az első, legalább egy 13 nyilassal, megszakította ezt a 24 nyilas elsőleges sorozatot Steve West. 100-assal kezdünk. Az benn van? Igen. Két tripla eddig. 140 újra. És neki indult Gillit Vala. Ebben a legben. 57. Az indiaitól, 169 a szegény. Viszont West maradt fönt, nincs kiszálló, 244. Nem kiszálló Gillit Valáé sem. Persze most már arra megy majd, hogy 3-nyira biztos, hogy lesz arra, hogy esetlegesen itt is el szedjen egy leget ebben a szedben. Ott a tripla Westnél. Még dob még egyet. 180! Negyedik neki. És ezzel szépen le is ment 64-re, egy elég erős nyomás gyakorolva az indiaira, aki... Vagy tripla 20-at bizony, és a tripla 16-a egy lehet. Van. De nem találja. Nem találja el. 65. Megvan a tripla 8, és a dupla 20 is első nyíra. Hátsó pályás leg, és a győzelemért kezdhet West. Most már valóban rámehet arra is Steve West, hogy minél gyorsabban lekerüljön a színpadról, és rápihenjen egy kicsit a jóval nehezebbnek ígérkező Peter Wright elleni összecsapásra. Itt Gillit Valának szerintem már pestiesen szóval lefőtt a kávé. 96. Egy picit javult a játéka az indiainak, már 79-es átlagon van. Steve West meg már bekacsintott 90 fölé. 42%-os kiszállózás az mindenképpen ígéretes, és ugye volt neki egy olyan legi, ahol azért elég sok nyilat elrontott. A többi legben viszonylag kiegyensúlyozottan dobta a dupláit. Hát erre szüksége is lesz egyébként majd a utolsó meccsen, az biztos. Itt egy 140-nel már kiszállón Steve West 148-ra lement. Itt pedig küzdhet még Gillit valahogy, hát ha kiszállóra dobod, és szépen lemegy 120-ra.
Jaj, de szépen lerakta magát 40-re. West. Itt most kell a kiszálló. Megvan a tripla 20-as. Ó, és a könnyebbet nem találja el, a sima 20-as nem találja el az indiai. Így már nincs kiszálló. Ott se jön. És Steve West befejezheti. 16 nyilas leggel, az már nem lesz. 17, az megvan. 6. kör második nyilával megoldotta. Hát ez ilyen könnyed bemelegítés Steve Westnek, hogy átessen a tűzkeressége már, mint ami az idei világbajnokságot illeti. És akkor ugye nem sokára folytatjuk a második összecsapással. Sima 3-0. Résztvevő Steve Beaton. És Diego Portela. Meg brazil dárcas. Szünet, és aztán folytatjuk. Várjuk vissza önöket.